start, elindult a futam, nem állt be Shadow Knight, és hát Orpheus is hozta a szokásos rossz szokását, nem ugrott ki a gépből. És hát gyengén kezdett egyelőre Shafranek is, nehezen kap csatlakozást a vezető lovakhoz, az élen pedig narancssárga sapkában Timmy Moon. Timmy Moon Gönci Rebekával elrobog az élre, mögé másrészt Maggie színei tűnnek fel a második helyen, majd ott van a jó pozícióban Falaris, Falaris hátán pedig Middle of the Night a negyedik pozícióban. A középmezőn szépen lassan kezd összetömörödni, miközben Timmy Moon több súlyával egyelőre nagyon erős. Timmy Moon az élen utolsó öt versenyét mind-mind pénzdíjas helyen zárta, és ebben van győzelem és sok-sok dobogós helyezés, de mögöttem ez lesz meg is elég könnyedén jön, viszont köztük a különbség egyelőre nem csökken. Middle of the Night tartja a harmadik helyezését, Falaris a negyedik, kívül fog majd White Flag érkezni. Még mindig Timmy Moon vezet, a távolszlophoz közelítenek Timmy Moon az élen, viszont jön most már, mert lesz Megi. Match lesz Megi, megkezdi a zárkózást, most már fejfej galoppoznak, és sokkal nagyobb sebességi fokozatra kapcsolva átvette a vezetést az utolsó 100 méteren. Nagyon szépen jön White Flag, lehet, hogy ő lesz majd a végén a második. Match lesz Megi. Ő a győztes, és megszerzi pályafutás első győzelmét. White Flag mögötte a második, Timmy Moon a harmadik helyre esik vissza.